Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat eredményeit hivatott megőrizni, és Veszprém nemzetközi láthatóságát tovább erősíteni az együttműködési megállapodás, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium, Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Veszprém Balaton 2023 ZRT képviselői írtak alá Veszprémben Navracsics Tibor miniszter jelenlétében. Az együttműködés elsődleges célja, hogy a város kulturális értékei a nemzetközi fókuszba kerüljenek. Kérem, hogy cseréljék ki egymás közt a példányokat. Hivatalosan is megtörtént a váltás, az idei évben újabb európai városok élvezhetik az Európa Kulturális Fővárosa címmel járó előnyöket. Azonban Veszprém további terveket készít elő, és ebbe új együttműködő partnereket kíván bevonni. A Kulturális és Innovációs Minisztérium irányítása alatt működő LISZT intézetek nemzetközi szinten is népszerűsítik majd az EKF program eredményeit, és közös projekteknek is helyet adnak. Kulturális intézeteink képesek hidat építeni hazánk és a világ többi országa között. A 24 országban működő, évente több mint 2000 kulturális rendezvényt megvalósító külföldi magyar intézetek megkülönböztetett szerepet játszanak a magyar kultúra, oktatás és tudomány kimagasló teljesítményeinek nemzetközi megismertetésében. Hasonlóképpen komoly értéket képviselnek a világ több országában élő, számottevő magyar közösségek identitásának és kulturális örökségének megőrzésében is. Egy izgalmas, a kulturális diplomácia terén zajló kooperációt kiterjesztő elképzelés hozott most minket Veszprémbe, abba a városba, amellyel a Kulturális és Innovációs Minisztérium együttműködése hosszabb időre tekinthet vissza. A most aláírandó megállapodás egyenes következménye annak az eredményes közös munkának, amelyet a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa programsorozat megvalósítása érdekében végeztünk. Az egyeztetések már 2022-ben elkezdődtek, hangzott el. Porga Gyula, Veszprém polgármestere emlékeztetett arra, hogy az EKF program küldetése az volt, hogy a város stratégiához illeszkedve javuljon az itt élők életminősége. Fontos nyilván az infrastruktúra, fontos a szolgáltatás, de ugyanilyen fontos, hogy milyen viszonyok vannak egy-egy közösségen belül, és ahhoz találkozásokra van szükség, a találkozásoknak meg kell találni az apropóját, és én azt gondolom, hogy 23-ban ezt már bizonyítottuk. És lettek új rendezvények. Tehát, hogy a hagyományos évek óta gazdagodó, gyarapodó, nagy, kiemelt rendezvények, a Gizella napokat mindenképpen ide, vagy akár a nagy fesztiváljaink, a Veszprém Fest, vagy akár az utcazene fesztivál, vagy a tánc fesztiválja, ezeket gazdagítottuk 23-ban, és szeretnénk ugyanezen a színvonalon tovább folytatni, de az EKF bizonyította azt, hogy bizony-bizony ezen az egyébként sűrű rendezvénynaptárban még bőven volt hely olyan különleges rendezvényeknek, amelyek 22-ben meg 23-ban bizonyították, hogy óriási igény van rá, tehát ezeket is 24-ben folytatni fogjuk. Veszprém a tervek szerint kulturális programokkal és művészekkel támogatja a külföldi magyar kulturális intézetek Veszprémet érintő programjait. Markovics Aliza, a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatója kiemelte, hogy 24 műfajban 3500-nál is több esemény zajlott az EKF program során. Összesen 1.660.000 látogató járt Veszprém történelmi belvárosában. Kiemelte az együttműködés kapcsán a LISZT intézetek nemzetközi jelentőségét. A nemzetközi LISZT intézeteken keresztül 16 országban egy nemzetközi roadshow-n vettünk részt, hogy népszerűsítsük Veszprémet és a Bakony-Balaton régiót, valamint az Európa Kulturális Fővárosa programot, és azt gondolom, hogy a számok magukért beszélnek, hiszen 1000-nél is több újságcikk jelent meg Veszprémről és az Európa Kulturális Főváros 45 országról, ez turisztikai, gasztronómiai és fesztivál ajánló is volt. Azt hiszem, hogy talán, hogyha egy példát említsek, hogy Georg Steiner említette azt, hogy ha valaki a magyarokat akarja megérteni, akkor Veszprémbe kell ellátogatnia.
Az Európa Kulturális Fővárosa Program a programében szerzett kultúra szervezési jó gyakorlatait, tapasztalatait és erős nemzetközi kapcsolatrendszerét osztja meg a sikeres további együttműködés érdekében. Mindezek fényében az együttműködések által Veszprém és a Balaton régió egész éves vonzó turisztikai célpontként kerülhet be a nemzetközi köztudatba.